Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Szexárdon. Vagyis itt. Ott is van lent egy ilyen kisebb város izé, amiről már két videó próbálkozáson is ott sem, és egyik se lett. Aztán itt vagyunk most izé Szexárd... Béla tér, Béla király tér. Mutatnám azt, csak hogy mindig vannak ott emberek. Van egy ilyen 1848-49-es dolog virágokkal, meg faágakkal, de gyönyörű. Látnivalók terén a város nem mondhatja azt, hogy sok van, mert nincsen, és ezért ilyen hangvételű ez a videó, mert szerintem nagyon nem mutat be senki öröm, mert úgy egy város, hogy nem tud mit mondani, mert nincsen látnivaló. A Turin fognak kapni egy ilyen kis könyvecskét, amit mindjárt meg is mutat. Tehát látjátok, itt van egy ilyen szexárváros kalauzos dolog, látjátok, a Turin fognakba lehet kapni. És itt van a belváros, itt vannak a pontok. És kinyitva, itt vannak szexár látnivalói. És a Vármegyeháza, a Baka Múzeum, belvárosi katolikus templom, Babits Mihály emlékház, irodalomháza, Mészöly Miklós emlékház, Mészöly Tanya szexárdi alkotóház, Mézes Kalács múzeum, Garaj élménypince, nagyon jó, Magyarországi Német Színház, Augustház és Babits Mihály kulturális központ, és még folytatódik művészetek háza. Nem bírom kiolvasni a nevet. Ja, szóval ti látjátok. Szexárdi családbarát strand és élményfürdő, Lösz Szurdik tanúsvények, Kalvária kilátó, a Bati kereszt kilátó. Nagyon jó. És ennyi. Tehát ezeket mondhatja látnivalóinak a város. Szóval én nem javaslom Szexárdot, mert nincsen miért. Ez az egyetlen tér, ahol van valami, de itt sem. Legalább a Turin Fórumban ingyen lehet kapni ilyen Szexárd látnivalói dolgot, szóval nem ajánlom Szexárdot, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Szexárd! Jé! Sziasztok!